Mi is a film? A meghatározás szerint képekből álló sorozat, mely a vásznon olyan gyorsan változik, hogy azt az illúziót adja, mintha mozogna. A film az egyik legfontosabb művészeti forma, modern szórakoztatási eszköz és remek módszer a nevelésre, valamint a propagandára. Mindannyian tudjuk, hogy milyen erős művészeti ág a filmművészet. Hatni tud a lelkünkre, gondolkodásunkra, megnevettet, könnyeket fakaszt és büszkévé tehet. Így igaz, büszkévé. Láttad Mel Gibsonnal a Hazafit? Ahogy lassított felvételen rohan az Amerikai Egyesült Államok zászlajával. Rockyt, ahogy a győztes meccsen rommá verve lobogtatja ugyanezt a zászlót. Vagy Amerika kapitány, aki konkrétan egy zászlónak van öltözve, és még a neve is az, hogy... Captain America? A rettenthetetlen megvan. Szóval, értitek. Mit érezhet ilyenkor egy amerikai? Valami őrült nagy tesztoszteron büszkeség hazafiság bombát. És mit tudunk mondani a saját házunk tájáról? Na jó, azért ez nem teljesen igaz. Van egy honfoglalásunk, amiben a fél filmet távolba merett szemmel révüli Franco Nero. Van egy egri csillagunk, igaz, amit digitálisan felújítottak és látványos, meg egy-két 56-os filmünk. És a lényeg, van egy Andy Vajnánk. Hollywood magyar megtestesítője, akinek a Nemzeti Filmipar fejlesztésért való kormánybiztossága alatt nem készülhetett egyetlen magyar nemzeti témát feldolgozó film sem. Hiába követeli régóta a Jobbik, pedig ezek, mint például a Lovas Ijász, a filmalaposokkal ellentétben közönség sikerre vannak ítélve. Csak hogy állami támogatást nem kapnak. Azért az milyen már, hogy a Nemzeti Filmalap 2011 és 2016-ig 22 milliárd forintot fordított filmek támogatására, és ebből a felét 6 producer kapta meg. Na figyelj, jöjjön egy próba. Veszettek című film. Mond valamit? Sejtettem. A Filmalap 800 millió forinttal támogatta, és kevesebb mint 8000 néző volt rá kíváncsi. Ezzel szemben a Lovas Ijászt, amit a Filmalap egyáltalán nem támogatott, 80 ezeren nézték meg. A helyzet az, hogy nem igazán bővelkedünk történelmi filmekben, és a meglévő alkotásoknak is egy nagy része a bukásról, bűntudatról szól. A történelmi traumákat fel kell dolgozni, de a történelmi sikereket is meg kellene élni. Amúgy minek kellene nekünk történelmi film? Az egészséges identitás kifejlődéséhez elengedhetetlen, hogy megismerd azt az alapot, ahonnan az őseid jönnek, amin keresztül mentek, amiket véghez vittek. Ezen a téren mi extra jól állunk. Más népeknek ki kell találniuk, vagy a legendáikból kell meríteniük, hogy nemzeti büszkeséget tudjanak erőltetni egy-egy filmbe. Mi, magyarok, meg a valós történelmünkből százával találhatunk olyan időszakot, ami nagyvászonért kiállt. Nem hiszed el? 56. Pesti srácok. Lefordított tányírok a Corvin közben. Megáll a szovjet tank, mert azt hiszi, hogy akna, és már lassított felvételen repül a Molotov koktél. 1848. Petőfi Sándor, aki lehúz egy pohár bort, elkapja Szendrei Júliát, majd megy, és az első sorban küzd a kurucokkal. 907. Pozsonyi csata. Európa összevont haderejét úgy szétcsaptuk és elkergettük, hogy köpni nyelni nem tudtak. Trianoni revízió, Mátyás és a Fekete Sereg, Rákóczi. Na, ugye, hogy megmozdult benned is valami? Képzeld el ezeket vásznon, dübörgő zene, modern snitváltások, nemzeti büszkeség. Ha valami, akkor ez nagyon kellene nekünk. Biztos vagyok benne, hogy a nemzet se lenne talán ennyire megosztott, és nem lennénk egymással acsarkodóak, ha egy erős nemzeti filmkultúra összerázna minket büszkeséggel, közös identitással. Ahhoz, hogy végre felemelt fejjel tudjunk járni, egységes nemzetként, kell, hogy átéljük, megéljük, és ilyen módon láthassuk azokat a nagy tetteket, amiket a mi őseink vittek végbe. Mert ilyen történelemmel, mint mi magyarok, kevés nemzet büszkélkedhet. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, lájkold, oszd meg, és kommentben jöhet pár filmötlet a magyar történelemből. És ne feledd, nem vagy egyedül.